Igen, szeret a játék, megint tök elő vagyok. Na, vamos. Ja. Na, én vagyok most hátul. Na, 46, megöljük egymást? Meg. Gyáva voltam. Ezt láttam, én is elvettem. Az elektronos. Jézus már egy kitörként. Úristen! Fasz magába elesett a Gábor. Hát de semmitől. Úristen! Előtte full elesett. Mi a szar? Ez nálam tökéletesen látszik. De ne. Hát, majd nálam hogy fog látszani? Mellettem csak elrepült. Én is csak elrepültem, de a semmitől. Hát ez mi volt? Ez kurva jól nézett ki. Átélni ennyire nem volt jó, de szerintem ezután nem azt nem keltem volna, hogy meghaltam volna ekkorát, és 6,1-re vannak az AI-k, húha. Mint Levi az előzőben, az kemény. Ja, igen. Jó. Ja, ez tavaly? Azért végezte máshogy, mint az AI. Hát igen. Én nem MI vagyok. Ja. Te HI. Erre most nem, nem kaptál semmit? Nem. Na, az tök jó. Júj! Azt a rohadt, hogy lezárt előttem? Dani, te vagy mellettem? Nem. Oké. Én mindenki mögött vagyok, kivéve Gábor. Én csak óvatosan, nincs kedvem elesni. Javier úgy visszajött. Várdem. Cardiff. Most jó visszaestél. Igen, inkább itt, hogy elássuk. Többet ér. A pámat látjátok? Igen, itt van előttem. Jaj. Ó, bünti. De ezt át is vágtam mondjuk. Azek, hogy fékeznek ebbe a kibaszott anyarba is. Csúsztam. Abba az útcsóba? Aha. Ja, az útcsó egyébként, igen, kicsit beljebb húzott, az sokat nyersz. Hogy sűrű? Amúgy nekem tetszik. Ja, én is tudtam amúgy. 2.18-as kör, azt a kurva élet. Mennyiket mentetek? Egy első kör volt. Nem figyeltem. Első kör volt, jó. Ja. Én 2 perc volt, azt hiszem. Jó, mert én 2.18-at azért mondom. Jó, de itt vagy már segítünk. Az idióta barom állott. Ó, de összeakadta. Nagyon durvák. Bocs, szóljál ilyenkor. Az necces volt. Ja, de szóljál ilyenkor. Szóljunk egymásnak, amikor jövünk vissza, mert aki jön, az nem is látja, hogy hova megy. Vagy ne az, hanem hogyha valaki látja, hogy kim van valaki a pályán, akkor szólj, hogy hello. Ja, hogy jövök. Jövök. Menj már anyádba. Hát komolyan mondom, kitereltek a pályáról. De meg vagy még? Aha. Hát csodálkozom, hogy nem haltam meg, de jó sokat buktam vele. Apám már második, úgyhogy nem nyugodhatok békében. Akkor ez a DR rip. Ja. Ja, tényleg, bocs, leesett, csak közben figyelek. Júj! Apám kicsúszik. Na, akkor megelőzöd. Ja, igen. Mögöttem valami. Majdnem keresztbe álltam. Na, Dani, az akkónéva jó-e vagy? Ja. Most jön a gránát. Nem akarom elkiabálni, de még nem kaptam büntit. Új is az. Mint a nehezebben adna büntit, mint a Moto3-ba. Jó, hát én eddig az előkező, mind a kettő előzőbe kaptam, úgyhogy...
Sajnos ez a kiváltság, ez. Ez jött velem a Moto3-ból. Úgy gyorsabb, mint én. Főleg, hogyha eldobom. Utolsó szektorban egész jó vagyok az amákom. De az elsőben egyértelműen kapok. Ne! Júj! Késő lett a féktáv, de megúsztuk. Anyádnak a picsáját. Akkor még se úsztátok meg, vagy? De csak. 8 millió kilométer előttem fékez, de kihúzza elé. Ja, igen. Nem utogassá. Csúszik. Pedig az a pálya különösen szép így este. Bizony. De itt van! Mi a szar? Vigyázz, jövök majd. Semmitől elestem. Most vagyok a kanyarban. A harmadik helyről bazd meg. Basszus! Most már jöhetsz. Visszaestem a 11. helyre. De kurva elestél. De a semmibe. Tehát konkrétan hát a máskor sosem nálam meg volt, de ez... Érdekes volt, hogy estél el. Amúgy ledobott a Skype gyönyörűen. Most sikerült is csatlakozni. Alacott is a hangodon. Nagy rizikót vállalva, hogy... Ja, tényleg. A cél egyenesben sikerült. Gondoltam. De Dani kurva jött taknyolt kb. Úgy, mint én a semmiben. De a TTS az óriási volt. Késő. Hány kör van még? Még három kör van? Ja, 5-6-7 most jön. Én most fordulok a célegyenesre. Én is. Ja, igen, jó helyen vagy. Én is most fordulok a célegyenesre. Igen, jó helyen vagyok. És már rajtunk. Harmadik vagy? Hát itt vagyok mögötted. Full hiba nélkül. Ja, nem tudom, hogy vagyok ennyire gyors. Ez a 2-0-3. Laci. Kopi. What happened? Gondolom, hát nagyon üldözött egyébként. Határon kellett mennie, én nagyon határon megyek folyamat. Peti, van büntid? Nincs. Képzeld. Na jó, csoda. Na nekem van 5 tizedem, basszus. Nagyon sok. Igen. Aha. Fordult a kocka. Nem tudom, hogy sikerült ennyit összeszedni, de... Most ugyanúgy vettem be a kanyart, és most nem estem el. Én is most ugyanúgy szélesre mentem, mint te, és nem. Hát Peti, azt hiszem már nem látlak 5,6-ra. Hát én nem szerintem kispórolom. Itt amúgy a power az úgy csinál bármit is?
Csinál, de azért ne csináljátok több okból, egyrészt mert akkor, ha már egyeztünk meg, akkor Pater se nyomkodja, másrészt rohadtul elmegy a hátulja. A fölnyomott Power 2-ben a kigyorsítások azok halálok. Mert ugye még nagyobb nyomatékot ad. Ja, aha, érted? Úristen, azt a kurva mekkorát estem! Vigyázz, majd jövök, már zsúszik a motorod, azt látom. Oké, okay. Én elmentem már. Na, lebi másod. Igen. Aha. Azt a kurva mekkorát estem, Jézusom, elment a hátulja. Ugyanott? Kigyorsítás? Aha, igen. Kicsit rámentem a zöldre, úristen, mekkorát estem. Na, még két kör. Yeah. Ja. De rohadt sok. Dani, te merre jársz? Gábor mögött 5. Na. Ezt a Katar meg a izé nem jól választottam, ezeken tudok is menni. Hát a Katar nekem is egy nagy kedvencem, ez egy nagyon jó pálya. És hát nekem a Katar azért tetszik, mert még ilyen jó kis izé. MotoGP 07, azt nekem mindig ezt toltam ezen a táján. Ja, nekem Superbike 09, de ugyanez. És ha tényleg ilyen lesz a magyar, akkor nagyon fogom szeretni. Hát akkor igen. Csak sikerüljön. Csak készüljön el. Készüljön el. Na jó, legyen legyen mentel, bár mondjuk a Palatorig az kurva szar lett volna. Szerintem az nagyon ocsmány pálya volt. Az igen, ez most, volt, igen. Ez most minden szempontból tetszik. Ha összejön. Csak ugye hát érted, a finnek is megépítették ezt a szart, aztán tavaly jól befűröttek vele. Hát igen. De az a Kimi Ring az borzalmas. Aha, de elvileg ide mennek. Hát kíváncsi leszek, milyen futam lesz ott. Valószínűleg izgalmas. Úristen! Hát, miért lagbolt Gábor megint. Igen? Aha. Ja, most valamiért nagyon laggol mindenki, tehát valószínű nálam szar a rendszer. Valami van. De tegnap meg a Forma 1 az meg hibátlan volt, úgyhogy nem tudom, hogy ezek itt egyik napról a másikra miért van ez. Hát lehet a szomszéd valami b***ot tölt, nem tudom. Torrentezik. Na, YouTube-ra mehet a 18-as kerékre. Na, hát menj. Berakom a bal alsó sarokba. Hogy a szomszéd mit nézett? Egy kis sípolom inkább. Gábor, mi a szarra lestél? Hát de miben? Ez rohadt jó. Kajak megint random elestél? Full random. Majd fog, benne lesz a videóban. Mi a fasz? De nem is tudom, hogy mibe estem el. Nagy semmibe. Kiálló kis pöcökben. Jaj, basszus, megtévesztett. Levi, második meg lesz? Meg lesz. 2,5-re van, Laci. El kell venni tőle a pontokat, vagy különben megver mindannyiunkat. Azaz. Fogjunk össze. Egységben az erőn, na most már 3-ra van mögöttem. Mert amúgy, ha az igazat mondjuk, akkor az előző bajnokságot, azt ő nyerte onnantól, hogy beszállt, mert Heresztől neki van a legtöbb pontja. Onnantól igen. Igen. Anyád. Na, majd itt válik ez a szara vízta. Na, melyik részén vagy a pályának olyan? Vagy így a bajnokságra mondtad? A bajnokságra gondoltam. Hát ez itt, ez nem fog átjönni a videón, hogy mennyire dúl. Bár lehet, hogy Gábor repülései azért valamennyire sejtetik majd. De ez piszok nehezen kezelhető. Hát nem egy. 9-re vagy előttem, nem? 10-re vagy előttem, mert aggódj. Na jó van, de elesettem volna, az 10 másodperc csúszás. Hát... Nagyon csúnya. Most egy kerekeznék, ha lehetne, de nem lehet. Azt a kurva 8 tized bőtém van. 8 tized? Aha. Egy ügy.
meglett a második. Szép! Kis sikerélmény már kijárt. Bizony, már nagyon. Az első két futam nem annyira jött össze. Ideje volt. Na, akkor Daninak. Na. Dupla pont. Bizony. Fú! Gábor 1-0-3-8, azért az kemény. Hú, Levi, elég hasonlót jöttünk. Apám. Igen. Ja, hát én most közel voltál hozzá. Ja. Hát én most inkább a konzisztenciára megyek, nem a gyorsaságra. Ajaj, persze, sokat számít. Fú. Én vagy próbálom ötvözni a kettőt. Ja. Nem, csak nem mindig jön össze. Ez most egy jó szoros lesz. Főleg, amikor láthatatlan köpeny rajtam van.